Hozzászoktattál engem ezekhez a dolgokhoz, megmutattad nekem, hogy mi is az a szépség, az a... Mi is van a kulcs? Jó. Talált ki, ki vagyok? Gino! Megismertél! Minden, itt minden neked szól. Juan Manuel. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Igen, Laurita? Asszonyom. Igen? Önt keresik. Ki az? Én. Rendben van, Laura. Van egy kis beszélnivalónk. Nekem nincs miről beszélnem magával. Nagyon kérem, ne zaklasson engem. Szeretném tudni, hogy miért hagytad el a fiamat. Miért nem őt kérdezi meg, ha? Nagyon jól tudod, hogy nem akar velem beszélni. Talán csúnyán átvert téged? Szerintem maga tudja a legjobban, hogy mi az átverés vagy az árulás. Nagyon kérem, hogy ne avatkozzon az életembe, se a családoméba. Egyikünk sem akar semmit tudni magáról. Értette? Ha? Ebben tévedsz. Milagros nagyon büszke arra, hogy az unokám. Barbara! Barbara! Mi a baj, kislányom? Barbara! Barbara! Segítség! Barbara! 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 Segítsen valaki! Barbara! 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 Segítsen valaki! Barbara! Barbara! Istenem! Barbara! Barbara! Kislányom! Barbie! Kérek egy mentőautót! Nagyon sürgős! Igen! Igen! Írja fel a címet, kérem! Asszonyom, mégis hogy érti azt, hogy maga meg Milagros? Milagrosnak én vagyok a nagymamája. Ezen nem változtat semmi. Szóval maga zaklatta a lányomat? Nem zaklattam, de Milagros szeret engem. Ő az egyetlen ember ebben a családban, aki hallgat rám. Ha valóban így van, akkor nyilván kikényszerítette valamivel, hogy Milagros hallgasson nem, magára. Nem, de hogy ebben tévedsz. Ebben nagyon tévedsz. Azért keresett meg, hogy megtudja az igazságot. De mondok valamit, jó? Barbarát is jó útra térítem. A fiamat sajnos elvesztettem, de a két unokámat nem engedem. Ez szerelem, Juan Manuel, szerelem a javából. Semmiből jön és semmibe vész. Mindazonáltal azt gondolom, miért ne próbálnám meg, hiszen nem veszíthetek semmit az égvilágon. Legfeljebb annyiban hagyjuk a dolgokat. Nem, de ez a mostani érzés... Jól van, értem. Ismered a hölgyet? Nem. Ő a főnököm lánya, a hölgyi, akinek dolgozom. Ő pedig... Jó barát, Gino. Végtelenül örülök. Igen. Mondd csak, itt akartak most maradni? Nem, a telefonomért jöttem, aztán megyünk. Nem vártalak ilyen korán, elrontottad a meglepetést. Hogy? Ugye szereted, ha meglepnek? Igen, persze, hogyne. És maga kisasszony? Én is szeretem. Mi a véleménye erről? Nagyon romantikus, komolyan. Kétség sem férhet hozzá, én nagyon romantikus vagyok, de nagyon. Nem igaz, Juan Manuel? De. És te most itt maradsz, Gino? Persze, én már nem megyek sehová. Aguirre, odakint várok, nem akarok zavarni. Jó. Minden jót. Magának is. Pázasszony, nagyon kedves, remek ötletei vannak, ő egy tündér. Igen. De a telefonod itt van. Igen. Köszi, Gino. Na mindegy. Nagyon szívesen.
Milagros nem mondta, hogy ismeri magát, úgyhogy nézze, asszonyom, nem hiszek ebből egy szót sem. A lányod bizonyára nagyon jól ismert téged, ezért nem akart szólnia. A lányomnak nincs titka előttem. Én erre nem vennék mérget. Egekez. Mit keresel itt? Nem értednek, hogy nem akarnak látni? Se otthon, se a cégemnél. Pedig szerintem tisztáznunk kellene egy pár dolgot, nem? Veled nincs semmiféle tisztázás. Hagyd ezt a színjátékot! Mert tisztában vagy vele, he? Hogy sok olyasmi van, amit még nem intéztünk el. Megkérhetek mindenkit, hogy távozzon az irodámból? Természetesen. Ez az apád meg az én magánügyem. Nem másé. Menjünk át az én irodámba. De vésd eszedbe. Most beszélünk utoljára. Menjünk. Köszönöm. Tessék, Alejandro, mi újság? Baj van, Barbara elájult. Nincs benne élet. Már kihívtam a mentőket, de nincs benne élet. Micsoda? Már is indulok. Már is indulok. Jézus Mária, ez nem lehet igaz. Könyörgök. Kislányom, könyörgök, téri magadhoz. Mi történt? Alejandro! Segítsen, Rubi, könyörgök! Segítsen, Barbara, csináljon valamit! Kérem! Jöjjön! Segítsen a lányomon, könyörgök! Mi történt? Segítsen neki, mindjárt itt vannak a mentők! Segítsen a lányomon, nem tudom, mi van vele, elálljon! Barbarita, láttam, hogy hányt a konyhában, nem tudom én sem, hogy mi történt! Kislányom, könyörgök! Nyugodjon meg! Kislányom! Nyugodjon meg, mindjárt! Lefektetem a kanapéra! Barbara, mi történt? Mi baja van? Itt vannak a mentők, kissák az ajtót! Kislányom! Jó napot, hol van a beteg? Arra! Mi történt? A lányom elájult, elájult, itt találtam rá a padlón feküdt. Igazán kedves a barátja. Az. Nagyon rokon szemves, meg kell, hogy mondjam. Az, igen az. Komolyan, viszont ha jól emlékszem, egy Gino nevű illetőről mesél Charlie-nak. Igen. Ő lenne az. Igen, ő, persze ő az. Igen, ő az. Igen. Ez nagyszerű, igen. Mi? Na mi? Nem. Mi nem? Ugye nem hiszi azt, hogy én... Na nem. Jó, rendben. Én csak azért tettem említést Gino-ról. Azért meséltem róla Charlie-nak, mert hát Gino amolyan... Igen. Érti, nem? Szóval... Igen. Én csak jó barátja vagyok Gino-nak. Jó barátja. Persze. Igen. Össze kéne ismertetni Charlie-t és Gino-t egymással, nem? De... Komolyan gondolja? Megfordult a fejében, hogy... Nem, Gino nagyon szerelmes. Igen, bizony. Lerít róla, hogy szerelmes, olyan, mint egy piruló kamasz. Igen. Fülig szerelmes ez az ember, a látszik. A napnál is világosabb. Igen, és hát, Sonja, mi a gond? Bocsánat, kisasszony, megérkezett Esteban. Esteban, köszönöm. Esteban. Akkor tisztáztak, ugye? Igen, rendben. Szia, Rosario! De jó, hogy látlak! Mi újság van veled? Alig vártam, hogy felhív telefonon. Örülök, hogy Buenos Airesben vagy. Igen, amint látod, és mindenre el vagyok számva. Nem, kétlen. És nagyszerű játszóhelyet választottál. Igen. Gyere, bemutatlak. Az úr Juan Manuel Aguirre, a testőrünk. Örvendek. Örvendek. Ő pedig Esteban, az ő színházában lesz a bemutató. Fantasztikus, gratulálok. Igen, köszönöm. Gyere, menjünk is be a stúdióba. Juan Manuel, kérem Igen? szépen, menjen a konyhába, és kérjen nekünk Sonjától két kávét. Két kávé. Tejjel iszod, ugye? Igen, örülök, hogy emlékszel. Hát persze, két kávé, az egyik tejjel. Két kávé, az egyik tejjel, rendben. Na jó, gyere Esteban, vágjunk bele. Rendben. Kicsikém, mi történt? Mi van veled? Szia. Mi történt? Ne haragudj, anya. Jaj, kislányom. Nem volt elég erő. Nem tehetek róla. Pacsekítóval minden biztonságosabb volt. Nem voltam ura önmagamnak. Tudom, hogy nem szabad. De látnom kell Pacsékot. Kérnek, hogy látogasson meg. Pacsékó nélkül meghalok. Most rögtön hívom. Jó. Már is telefonálok. Rendben. Maradjatok itt, hol van a táskám? Azonnal felhívom. Ennyire szereted Pacsékót? Teljes szívemből.
Páza Csavál hív. Tessék. Jó napot, Nicolas Pacsékot keresem, ha ott van. Ki beszél? A felesége. Hagy neki üzenetet? Mondja meg neki, kérem, hogy Barbaritát behozták az Iturrios kórházba. A lányom szeretné, ha Nicolas Pacheco meglátogatná őt, amint lehet. Jó, rendben, átadom az üzenetet. Köszönöm. Minden esetre később még újra telefonálok. Jól van. Rendben, minden jót. Persze. Ki volt az? Barbara anyja. Mit akart? Azt ecsetelte, hogy ezentúl nem akar a lánya közelében látni, sem azt, hogy a férjének dolgoz. Egy szóval ki vagy rúgva. Felöltözöm. Azt akarom, hogy mindezt a szemembe mondja. Nikki! Ha akarsz, itt is felöltözhetsz. Igen. Figyeljetek, elmondom, mit kell tennetek. Elég, Emilia, elég volt ebből, egy szót se többet erről az ügyről. Most meg mitől félsz? Ha? Hogy a lányaid megtudják, hogy az anyjuk nem is volt tök. Nagyon boldog vagyok, hogy nyílbe ütöttük az üzletet. Nos, Rosario, mostantól a színházam a tiéd is. Jaj, köszönöm, Esteban. Komolyan. Azt hiszem, most már megérdemlek egy ölelést is. Jó, hát persze. Remek. Egy ölelés. Ne, Esteban, ne. Kérted, Rosario? Ne. Csak barátok vagyunk, semmi más. Számomra te több vagy, mint barát. Mindig is nagyon tetszettél. Ide figyelj, ne csináld ezt, ne erőszakoskodj vele. Tudom, hogy tetszem, Rosario. Nem tetszel, és ne érj hozzám, rosszul leszek, ha meg akarsz csokkolni. De várj, én csak... Folyik itt! Hagyja békén! Nem számítottam ilyesmire. Ne haragudjon. Összakolni? Nem. Kirabolni? Nem, dehogy. Ugyan már, régóta ismerem Rosariót. Értem. Most pedig egy fontos üzletről van szó. Te nem szólsz semmit, Rosario? Adja, nem látja, hogy nem érzi jól magát. Na jó, elmegyek. Hívjál majd, Rosario. Minden rendben? Ne haragudjon. Ne haragudjon, kérem.